Nem látszik belőle semmi, hiszen az úttest alatt fut végig a Kinizsi utca, Széchenyi sugárút és Jókai utca közötti 175 méteren a frissen kiépített szennyvízgerinc vezeték. A társulás résztvevői megkapták az engedélyeztetést, a hivatal, illetve a kivitelező részéről, tehát egyéni bekötéseknek a lehetőségére adódik most már az időpont, és bízunk benne, hogy mindenki örömmel fogadja. A képviselőtestület még 2022-ben fogadta el azt a rendeletet, amely lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat anyagilag is támogassa a szennyvízgerinc vezetékek megépítését, illetve a háztartásoknak is anyagi segítséget nyújtson a rákötésre. Erre a célra egyébként a jövő évi és a 2026-os évben is lesz pénzügyi tartalék, mintegy 80 millió forint. Nincs mindig mindenre pénzünk, tehát ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani ezeket az elképzeléseket, ahhoz bizony közösségi összefogás szükséges. És ez a közösségi összefogás valósult meg a Kinizsi úton nagyon gyorsan és nagyon hamar, hiszen több olyan utcáról is tudok, ahol bár elkezdődött az egyeztetés, elkezdődtek a megbeszélések, de valamilyen oknál fogva a lakóközösség mégsem állt össze, mégsem értettek ebben egyet, hogy szükséges ez a beruházás, vagy nem szükséges, és nem alakultak meg azok az építő közösségek, amelyek itt pillanatok alatt összejöttek, és az utca nagyobb része úgy gondolta, hogy mindenképpen anyagilag is beszáll ebbe a projektbe. A Kinizsi utca ezen szakaszán lakók ingatlanonként 250 ezer forinttal járultak hozzá az összesen 35 millió forintos beruházáshoz. Most, hogy a gerincvezeték elkészült, már csak rá kell kapcsolódni a hálózatra. Ez a lehetőség azok előtt is fennáll, akik nem csatlakoztak az építtető társuláshoz.